Mindkét csapat győztes bajnokit követően lépett pályára Bánki csarnokában, a Kék Cápák a Meosz Miskolc ellen, a két osztállyal alacsonyabban az NB2 keleti csoportjában szereplő hazaiak pedig mezőberényben nyertek magabiztosan az elmúlt hétvégén. Az első negyedben jól tartotta magát a Sunshine Nyikse, 10 perc játék után mindössze egy pont hátrányban volt Kovács Tibor együttese. A második negyedben már nyíli kezdett a két csapat közötti olló, a nagy szünetre 14 pontos vendégvezetésnél vonultak le a játékosok. A harmadik negyed ismét szorosabb volt, mindkét oldalon láthatott látványos megoldásokat a közönség. Az utolsó játékrészben fáradni kezdtek a hazaiak, mindkét oldalon lehetőséget kaptak a fiatalok is, végül a papírformának megfelelően az erősebb nyíregyházi csapat jutott a Hepkupa negyedik fordulójába. Az volt a legfontosabb, hogy maximálisan oda tegyük magukat a srácok. Azt kértük tőlük, hogy nyugodtan játszanak, tét nélkül játszanak, és nyerjük meg a mérkőzést. A vége felé, amikor már fáradt a nyissa, akkor a lerohanásokból zicsereket tudtunk dobni, zsákolni tudtunk belőle. Volt, ami nagyon nem tetszett, nehezen pörögtünk fel a mérkőzésre, és gratulálok a nyissének, mert megnehezítették a dolgunkat. Az a lényeg, hogy nyertünk. A hazaiak szakmai igazgatója annak örült, hogy sokan voltak kíváncsiak a mérkőzésre, amelyen nem játszottak alárendelt szerepet magasabb osztályú ellenfelükkel szemben. Hagy kezdjem azzal a személyes élménnyel vagy érzéssel, ami már a meccs előtt megfogalmazódott, amikor láttam a két csapatot melegíteni, láttam a közönséget, hogy Nyíregyházán van két olyan csapat, az NB1B és Blue Sharks és az NB2-es Sunshine Nyikse, akik a kosárlabdában ott vannak az országos versenyrendszerben. Én azt gondolom, erre büszkék lehetünk, és kell, hogy egymás segítse a két csapat, és kell, hogy a kosárlabdát itt Nyíregyházán, illetve a megyében népszerűsítsük. Örömmel vettük azt, hogy egy fél idő erejéig, én azt gondolom, megnehezítettük a Blue Sharksnak a dolgát, és végig olyan partiban voltunk, a realitásokat figyelembe véve, hogy azért egy erősebb, jobb csapatról lévén szó, de én azt gondolom, egy jó mérkőzést játszottunk, és én gratulálok a mi csapatunknak is ahhoz, hogy így tisztességesen helyt áll. A nyíregyházi nevelésű legutóbb Debrecenben játszó Kózsa Tamás nem először szerepelt korábbi csapata ellen. Felemelő érzés mindig itthon játszani, mindig a Blue Shark ellen játszani. Én igazából ez a harmadik alkalom, hogy játszok ellenük, mióta elkerültem innen. Nagyon szépen játszottak. Jó ellenfelünk volt, sportszerűek voltak, és gratulálok nekik a mai győzelemhez. Voltak jó periódusaink, így a mérkőzés eleje táján, ahol még bírtuk erővel, de itt a vége fele kijött az, hogy ők sokkal jobb fizikai állóképességgel rendelkeznek, mint mi, sokkal összeszokottabbak, több edzésük van. Nekünk is vannak szép céljaink, hogy feljussunk a fentebb lévő bajnokságba, de szerintem nincs szégyelnivalónk. A Kék Cápák szerdán Pécsen játszanak bajnoki meccset az NB1B piros csoportjában, a Sunshine Nyikse pedig a jövő hétvégén a Békési SSK-t fogadja az NB2-ben.